Mai vendégünk Kovács Miklósné, a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm és köszönöm szépen a meghívást. Elindult a 2023-24-es tanév. Hogyan készültek a tanév kezdetre mind az iskolában, mind pedig az óvodában? Egy igen tartalmas nyári vakáció után, természetesen már a vakáció idején is készültünk a 2023-as, 24-es tanévre és nevelési évre. Furcsa ezt most így nekem még kimondani, hiszen ez az első olyan teljes év, amikor a Szent Erzsébet óvodánkban is, tagovodánkban is elindul a nevelés-oktatás. A tartalmas nyári szünetről csak néhány gondolatot szeretnék megemlíteni. A gyerekek nagyon sok foglalkozáson részt vehettek, táborokat szerveztek a kollégáim, Erzsébet nyári napközis táborokat, összesen 9 ilyen táborunk működött. Aztán volt egy élménytábor, egy zánkai élménytáborunk, ahol közel 40 gyermekkel táboroztak a kollégák, 40 gyermeket táboroztattak a kollégák a Balatonon, majd pedig volt egy erdélyi Erzsébet tábor. Itt a Madarasi Hargitában tölthettünk a gyerekekkel egy teljes egész hetet. Ennek az volt az érdekessége, hogy vonattal utaztunk. Egy-egy éjszakát kellett töltenünk hálókocsis vonatban, és így érkeztünk meg a táborhelyünkre. Nagyon érdekes volt, nagyon szép volt a hely, nagyon gazdag programokban volt része a gyerekeknek, természetesen nem csak az erdélyi táborban, de ez egy kuriózuma volt a mai nyárnak, hiszen eddig még nem jártunk ilyen jellegű táborban, zánkai táborban sem jártunk még. A nyári napközis táborok azok már megszokottak voltak a gyerekeknek. Itt is szeretném megköszönni nem csak a kollégáimnak, hanem Karcagváros kulturális intézményeinek is, hogy fogadták a gyerekeket, és igen gazdag programkínálatban volt részük. Ezekben a táborokban a gyerekek jóformán térítésmentesen vettek részt, köszönhető ez a magyar kormánynak és az Erzsébet Alapítványnak, hiszen ha azt mondom, hogy a nyári napközis táborokban naponta 100 forintot kellett a gyerekeknek a teljes ellátásért és a programokért fizetni, és ezekben minden héten volt egy autóbuszos kirándulás is. A zánkai táborért, illetve az erdélyi Erzsébet táborért pedig 1000-1000 forintot kellett a gyerekeknek fizetni, és ezért cserébe igen gazdag programokon vehettek részt. Aztán fogadtuk ugyancsak Székelyföldről a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát. Ez egy nagy élmény volt, az iskolánk volt a hadiszállása a gyerekeknek ezen a napon, este pedig a templomunkban volt egy nagyon szép hangverseny. Aztán a határtalanul pályázatot is sikerült megvalósítani, ezen a 7. évfolyamosok vettek részt, Szerbiában barangoltunk a Dél-Duna mentén 3 napon keresztül, illetve a tanulmányaikhoz kötődő várakat látogattuk meg, így voltunk a Szendrői várban, voltunk a Galambóci várban, és voltunk a Nándorfehérvári várban, és ott álltunk, ott sétálgattunk, ahol annak idején Hunyadi János is védte a törökök ellen hazánkat. Aztán nem csak a szórakozásé volt ez a nyár, hanem előkészületek is zajlottak, hiszen megkezdődött a napokban egy nagy projektnek a megvalósítása az iskolánkban, és ennek már elő kellett készíteni a dolgait. Ez a KEHOP pályázaton keresztül valósul meg a József Attila úti intézményegységünknek az energetikai felújítása. Ez azt jelenti, hogy a külső nyílászárókat ki fogják cserélni, aztán az épületet be fogják szigetelni, valamint a tetőre napelemeket fognak elhelyezni. Ez a munka november végére készül el, és közel 200 millió forintot költ erre a fenntartó a pályázattal együtt. Természetesen a nyár folyamán megtörténtek az épületeknek a tisztasági messzelései, felújításai. Itt mintegy 23 millió forintot költhettünk arra, hogy valóban minden akadálymentesen indulhasson az új tanévben, és kellemes környezetben tölthessék a gyerekek, akár az iskolában, akár az óvodában a napjaikat. Fontos beruházásunk volt, hogy 24 notebookot vásároltunk, ami
annál is inkább szükséges volt, mert a tavalyi évben már igen sok időt töltöttek a gyerekek az informatika teremben, ugyanis elindultak az országos mérések, és nem csak a korábbi 6.-8. évfolyamot érintő kompetencia mérés, és korábban az csak 2 napot vett igénybe a gyerekeknek. A tavalyi évben már ez sokkal több napot, hiszen nem 1 napon írták a gyerekek, hanem több napon keresztül. És úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy a közben az informatika oktatás is zavartalanul működhessen, valamint, hogyha valamelyik kollégánk olyan órát tervez, ahová a gyerekeknek egyénenként kell egy-egy notebookot használni, akkor erre is lehetőség van már ettől a tanévtől kezdve. A mérésekről majd egy kicsit később fogok még bővebben beszélni, hiszen ez is új dolog nem csak a gyerekek, hanem a pedagógusok életében is. Az óvodában a nyár eseménydúsan telt, hiszen annak ellenére, hogy május 31-én befejeződött az a fél nevelési év, amit az új óvodában töltöttek a gyerekek, a felügyeletet sok kisgyermek igényelte, és az egészen július végéig zajlott. Nagyon sok programot szerveztek az óvónénik a gyerekeknek. Az óvodánknak az udvarán mondhatom azt is, hogy levendula mező van, és ezt a levendulát szüretelték a gyerekek a nyár folyamán, kötözték, ajtódíszeket készítettek belőle, haza is vihettek belőle a kis szobájukba. Aztán a nagy melegre való tekintettel az óvoda udvarán egy medencét állítottunk fel. Itt a gyerekek fürödtek, aztán hatalmas homokvárat építettek, minden napnak volt valami meglepetése, óriás palacsintát sütöttek, fagyizhattak, aztán minden nap volt nagyon sok mozgásra lehetőség, hiszen az óvoda többféle fajta kerékpárral rendelkezik, és van egy kresszpályánk is az óvoda udvarán, és ezt a gyerekek nagyon szeretik használni, amely tulajdonképpen már felkészíti őket a biztonságos közlekedésre. És elérkezett augusztus. A pedagógusok számára augusztus 21-e volt az a nap, amikor először jöttünk össze, ekkor volt az alakuló értekezlet, majd augusztus 23-án Miskolcra utaztunk a egyházmegyei Veniszántéra, a tanévnyitó szentmisére, és itt mintegy 2300 pedagógussal együtt, illetve lelki vezetővel együtt dr. Ternyák Csaba, Egri Érsek úr, a fenntartónknak a képviselője celebrálta a szentmisét, és kértük a Szentlélek Úristent, hogy adjon nekünk erőt ahhoz, hogy a 2023-24-es tanévnek a feladatait, céljait meg tudjuk valósítani. Hazaérkezve a Veniszántéről, ami nagyon felemelő volt és szép volt, aztán hozzákezdtünk a tervező munkához, hiszen már itt a Veniszántén a főpásztorunk kijelölte az iskolának, nem csak az iskolának, hanem minden intézménynek a tanévi mottóját, ami Krisztus a jövőnk. És mi erre fűzzük fel az egész éves munkatervünket. Természetesen meghagyjuk azokat a programjainkat, amelyek már hagyományosan jól működtek, de igyekszünk felfrissíteni őket, illetve újakkal kiegészíteni. Ebben az évben kiemelt hangsúlyt fogunk majd fektetni a Györfi napokra, hiszen 2024-ben kerek évfordulója lesz Györfi István születésének, 140. évfordulója, és erre kiemelten fogunk majd készülni. Szeretnénk a város gyermekeit is majd meghívni egy Györfi vetélkedőre, ahol célunk az, hogy nem csak a mi iskolánk tanulói, hanem a városnak a gyermekei is minél jobban meg tudjanak ismerkedni Györfi Istvánnak az életével, aki tudjuk, hogy karcagi származású, és a néprajzban nagyon sokat tett le nekünk magyaroknak. A tanév szeptember 1-én kezdődött, de ezt még megelőzte a kis elsősöknek a fecske tábora. A fecske tábor az tulajdonképpen a fecske hívogató programsorozatunknak a befejező része, amely augusztus utolsó napjaiban került megrendezésre. Itt az a célunk, hogy az iskolánkba érkezők és elsősök ne idegenül érkezzenek be az iskolába, hanem ezen a 2 napon meg tudnak ismerkedni egymással, a tanítónénikkel, a szabadban, játékos körülmények között, és úgy gondoljuk, hogy sokkal zökkenőmentesebb az iskola kezdés. Erről már visszajelzéseim is vannak, hogy
pityergés, rossz kedvel való iskolába jövés nem történt ebben az évben, de már ez a korábbi éveket is jellemezte. A tanévünket, amely szeptember 1-én kezdődött, és ebben az évben új, szokatlan, hogy egy héttel majd tovább fog tartani, a katolikus templomban kezdtük egy iskolai beniszánktéval, ahol Veres Zoltán az új lelki vezetőnk, hiszen Zsolt atyát július 30-án elbúcsúztattuk, elköszöntünk tőle, hiszen őt főpásztorunk, dr. Ternyák Csaba érsek úr Encsre helyezte 13 év után. 8 évet dolgoztunk együtt a katolikus iskolában, elköszöntünk tőle, és az új lelki vezetőnk, az a Karcag új plébánosa, Veres Zoltán atya, aki nagy szeretettel fogadta a gyerekeket, és egy jó hangulatú veniszántén vettünk részt, amelynek a befejező mozzanata az volt, hogy megszentelte a gyerekeknek a táskáját, és mindenki nagy örömmel vitte aztán a megszentelt táskát, és bízunk abba, hogy nagyon sok hasznos dolog, hasznos új tudás kerül majd ki ezekből a táskákból, illetve a benne lévő tankönyvekből a kis gyermekfejekbe. A tanévnek nagyon sok új mozzanata lesz. Ha a pedagógusokra gondolok, akkor meg kell ismerkednünk a nyár folyamán elfogadott státusztörvénnyel, illetve új alapokra kell helyeznünk a nálunk már korábban is működő belső teljesítményértékelést. A pedagógus állományunkról azt tudom elmondani, hogy a nyár folyamán 6 pedagógus, illetve 6 új dolgozó érkezett az iskolába, egy tanítónő távozott, illetve az iskolatitkárunk nyugdíjba ment. Az iskolába 3 új kollega érkezett, egy hitoktató, egy magyar történelem szakos kollega, illetve egy tanító. Az óvodába egy óvónéni, egy pedagógiai asszisztens és egy dajka. A pedagógus szakos ellátottságunk 100%, mert ahol nem tudjuk megoldani a szakos ellátottságot, oda óraadókat alkalmazunk, ilyen például a logopédia, a néptánc vagy a pszichopedagógia, illetve egy napközis csoportunkba segít be óraadó nyugdíjas kollega. A osztályokkal kapcsolatban az iskolának a létszáma 344 fő, 16 osztályban osztanak el a gyerekek, 35 kis fecskénk érkezett ebben az évben, két osztályban kezdték el a számokkal, betűkkel való megismerkedést. Az óvodában pedig 63 kis óvodásunk van, ők 3 csoportban kezdik el a nevelési évet. Új még a gyerekek számára, meg a pedagógusok számára is, mint ahogyan említettem már korábban, a mérés. Most ősszel nem lesz mérés, mint ahogyan tavaly volt, csak próbamérések lesznek, hiszen eljutottunk odáig, hogy most már minden mérhető tantárgy bekerül a mérések körébe, ebben az évben a történelemmel és a digitális kultúrával bővül. Ennek lesznek majd próbamérései, hogy a mérési eszközöket az oktatási hivatal kipróbálja. A mérésekre tavasszal kerül sor, hasonlóan a tavalyi évhez, több napon keresztül. A negyedikesek egy napon mérnek, őket szövegértésből és a matematikai kompetenciáikat mérik, az ötödikesek már 2 napon keresztül kerülnek mérésre, náluk a szövegértést, a matematikai kompetenciákat, a digitális kultúrát és a történelmet fogják mérni. A 6., 7., 8. osztályosok már 3 napon keresztül fognak mérni, náluk az 5. mérésen kívül még kiegészül a mérés az idegennyelvi ismeretekkel, illetve a természetismerettel. Tehát nagy kihívás előtt állnak mind a pedagógusok, hiszen nekünk erre a gyerekeket fel kell, hogy készítsük, és az egész évünkben, vagy egész évben erre kiemelten nagy hangsúlyt fogunk fektetni, a gyerekeknek pedig a tudásukhoz mérten a legjobbat szeretnénk, hogyha nyújtanák ezeken a méréseken. Szépen. És további nagyon jó munkát, és eredményes nevelési és tanévet kívánunk. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, és tudjunk vendége volt. Én is köszönöm szépen a meghívást.